először azt, aki kis végsítve ing egy újabb videóban, és ebben a mai videóban, így itt vagyok ebben a városban, amit már a legutóbbi videóban láttatok, de igazából ez még mindig egy elég új város, így nem tudom, legalábbis számomra, és nem tudom, mennyire láttatok, de most ebben a videóban szerettem volna körbemutatni így végül is az egész várost, mert hát nem tudom, szerintem egy nagyon szép dolog. Én először járom körbe, talán hogy nem tudom, a negyedét láthattam, de arról hallottam, hogy van ilyen, tényleg mindenféle, tehát na mindegy, nézzük is, nem húzom az időt. Szóval van itt egy jó kis ilyen tengerpartszerűség, ott egy nagyon jó híd, itt egy ilyen, ott van Dani. Nézzük már meg, mit csinál, TNT. Nem, még nem, mi? Robban. Mit robban? Dani nem szokott robbangatni, srácok. Nem tudom, de minden srácok, hát már most... Jézusom, most is elég érdekesnek tűnik, de srácok, anyám, most tetszik ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, amíg háromig számolok. 1, 2, 3, és én most megnyomtátok, akkor kis kutya veré lehetek és segítek. Neki igazából rejti, hogy Dani lávázik. De Dani nem szokott lávázni, hát ő mindig lesz ide engem, amikor trollkodok, hogy ne trollkodjak már. Hova vagyunk most? Valahol robbantott. Bement ide? De most nem akarom, hogy meglássam, most nézni akarom, mit csinál és hol van. Gyorsan körülnézek. Nem arra ment. Merre ment? Mindegy, ez érdekes várostúra lett, de szerintem igazából a várostúra az megmarad. Mert most nem tudom, keresnem kell igazából kb. De hol van? Nem láttam, esküszöm. Aj, itt robbantott. Várjatok, akkor erre lesz. Jó. Merre ment? Merre mehetett? Az ott mi volt, nem? Nem ő, az csak egy kék ház. Ó, oké. Hol van? Erre se találom, pedig erre robbantott elvileg. Ó, Dani! Várjatok, ide hívjam, nem tudom, srácok, kérjetek be a kommentben, hogy ide hívjam-e, vagy sem. Nem tudom. Kár, hogy most már nem robbantgatta, akkor lehet, hogy nem tudom, rájönnék, hogy már ő jön a... Az mű? Ja, nem, az busz. Aj, de hol van? Elveszettem a nyomot, már tagolni kell. Jó. Oké. De nem látom. What? Nem tudom, ez nem ő volt, srácok, vagy csak káprázott a szemem? De szintén fogalmam sincs. Nem tudom. Na mindegy. Oké, nem tudom, lehet, hogy mindjárt felhívom, hogy most hol van. Dani? Haló? Hogy tud repülni? Ez mondjuk kreatívban van. Persze, de what? Az méreg. Miért van nála méreg? Ő soha nem szokott mérgezni. De most engem akart rólkodni, akkor futás. Várjátok. Jó? Oké? Nem is ránk jön. What? Ne. Hagyj békén. Jó, ne. Mi ez? De most miért csinálja ezzel, és miért nem beszél? Ajaj. Ez lassúság, ne. Utálom a lassúságot, ráadásul lassúság. 4. Engedj ki. Ne. Utás. Jézus, de Dani nem szokott így robbantgatni, hogy akkor engem szivatva. De már megint csak lassú vagyok, srácok, ez így micsoda, írjatok már le kommentbe, hogy mi történik itt, mert ezt én nem tudom, a látótávolságom is így ilyen, vagy nem látótávolság, hanem ilyen látószögem is ilyen nulla. Ja, jó, nem tudom, hol van, ott van, jó, fussunk, nézem közben így a háttérbe, de miért van ilyen, ne ütögezz, hagyj békén. De miért nem beszélt, ami mindig... Jézusom! Jó, nem jó. Jó. Egy HP, Jézusom. Vagy mi, egy fél HP. Ott meg robbant, ott is robbant. Most nem kéne elesnem sehova. Fél HP, ne! Hagyja minket, Dani! Hiszem, hogy ez milyen 200 IQ volt már, hogy kiütöttem ott a jeget. Jézusom. Jó, oké, visszatöltödött. Jó, oké. Ne. És miért csinálod ezt, és ilyenkor miért nem beszél, Dani, Isten? Jézusom. Miért van minden így kirakva? Nem tudom, gyorsan futás. Mit tett most, ne már! Mit
tud mozdaniba, Istenem. Aj, itt is minden felrom. Várj, csak felszak menni. Ja, ja, jó, oké. Zsa, ez itt mi? Ott, ó. Oh. Ne, hülye gömbhal. Ne, adjál be. Ez mi? Menjünk be ide. Menjünk, futás. Ha, ne már. Itt direkt megpróbáltam így kicselezni, jó? Most, oké. Eszek. De miért nem beszél, Dani, Istenem? Szerintem, ne. Ez miért viszi le ennyire a HP-m? Lehet, nem kellett volna nekem sem ennyit rókodnom rohadt gömbhallal, mert most visszaadja. De miért az az égesít, hogy nem beszél, nem mondja el azt, hogy nem hallom, hogy ezt miért csinálja. Ne! Hát ezt nem hiszem el. És most itt vagyok egy erdőben. Nem baj, legalább gyorsan ízni, mindig itt szoktam érezni, mert itt aludtam utoljára a városba, általában nem szoktam aludni, csak elmenni haverokkal, és mit tudom én. Csak itt tényleg pihenni egy picit, nem baj, most távol vagyunk, jó távol Danitól. Jó, kicsit megnyugodhatunk, hát frászó... Ne, itt van, pedig már köszönni akartam, hogy ez most nem egy olyan videó, lehet, már. Jó, futás. Jó. Jézusom. Még csak lávázik. Oké, itt vagyok a vízben, már nem tud lávázni. Most már itt nem tud csinálni semmit ellenünk a vízben. Jaj. Gömbhalak. Oké. Ússzunk oda a jégsapkákhoz. Jézusom! Ne! Jézusom! Hülye gömbhalak, miért vagytok ilyen agresszívak, és olyan picik vagytok? Jó, futás! Jó, jégsapka! Amúgy, hogy nem tudom, hogy tudtam, hogy így hívják ezeket a jégszigeteket, a jégsapkák. De ne, ezt is felrobbantja, pedig Dani ezeket imádja a legjobban. És mit tölt belé? Jézusom, de szép itt a jég. Nagyon adom, csak valami szétrobbantja az egészet, mert nem tudom, valami baja van most. Ne. Jó, menjünk már bele a vízbe, hogy tűnjük tanítani. Nem tudok kiugrani ízba! Hogy jut ilyen gyorsan? Jó, oké, ne! Nem hiszem el. Jézusom, hogy jut ilyen gyorsan? Oké, futás! Mi ez a dolog? Jeges medve! Futás! Jézusom! Jó, azért nagyon nem lesz jó. Ennyi nem. Miért kell ezt csinálni? Tomi nem beszél. Egyszer nem tudom elhinni. Várjunk. Egy dologgal ki lehetne mondjuk deríteni, hogy aha! Épp a gyeges medve, nem baj, nem akarlak bántani, bocsi! Jó, tudás! Na, valamit kéne csinálni. Hát nem tudom. De itt jön előttem, Dani mindig szokott beszélni, hogy lehetne leleplezni, mert szerintem ez nem Dani. Nem tudom. A sztékkel. Szia, én egy kutya vagyok, a sztékkel. Egy HP, ne bánt. Kérlek, Dani, ne bánt. Ne csináljad. Ez nagyon Danis. Sztéket kérek, malachús. Fúj, ezek undorítóak. Nem kell. Hagyjál békén. Istenem. De ez tényleg, Dani, ez miért nem szólal meg, hogy ő is videót vesz fel, és azért nem tudja? Vagy nem vagyok láthatatlan? Hát is, várjatok. Az előbb, amikor meghaltam, akkor kiírta, hogy ki volt az. Ő volt az a csaj, aki a amikor Dani megszivatott minket, akkor ő szivat! Most ez jó, én felhívom. Oké, én felhívom, nem érdekel. Jó van, oké. Nem érdekel, ő volt az, aki velem egy csapatban volt, ugye, amikor Dani nagyon durván megszivatott minket, úgyhogy megállt a szívem kb. Jó, én felhívom telefonon. Oké, ennyi kell, nem érdekel. Na mi van? Elbuktál? Jó, oké, hívjuk. Jó, én hívom. Addig megállok, nem érdekel. Hello! Na mi van ilyenkor? Nagyon lebuktál!
Istenem. Nem tudja, hogy kell trollkodni, és nagyon hamar lebukott. Kevesebb, mint 10 perc alatt lebukott, srácok. Ő volt az... Hello! Hello! Istenem! Istenem! Komolyan, te szívattál? Miért? Nem is ismerjük annyira egymást, csak egyszer voltunk egy csapatban, de mindegy, köszönjük legalább együtt ebből a videóval, már így alakul. Jó. Istenem, én már teljesen elhiszem, hogy Dani vagy, na mindegy. Szóval, srácok, én kis voltam, és hát ez egy elég érdekes videóra sikeredett. Biztos változtál. Sziasztok! Sziasztok!